Szevasztok, hello, Leo! Szevasztok, srác! Hello, hello, Patrickem! Szevasztok, Szingapurból! Üdv mindenkinek, srácok! A múltkori monzai futam, ha valaki nem látta, Leo csatornáján is megnézheti, vagy nem? De! Most már igen! Igen, most sikerült felvenni, illetve nálam is. Na most az van, hogy itt vagyunk a legnehezebb pályán, az egyik legnehezebb pályán a szezonban, Szingapur, vagy 30 kanyar. Mi lesz itt, Leo? Gyönyörűség lesz, és a bajnokság állása is nagyon úgy néz ki, hogy Fernando 240 ponttal, illetve Tsunoda 238-al elhúztak egy kicsit, Vettel 170, nekem 141, te pedig a 101 ponttal a 8. helyen tanyázol egyelőre. Abból azért még lehet bármit kihozni, kedves Leo. Hogy te lehet? Nagyon sok van még hátra, úgymond. Egy kicsit izgalmasabb ez most így, mint a valóságban, sajnos. Úgyhogy hát ez van. Igen. Ja, úgyhogy srácok, akkor szerintem vágjunk bele, és akkor takarodjunk kifele. Így van. Egyre többen vannak kint közben, és eléggé kacifántos egy pálya, mármint nekem nagyon sokat kell tanulnom még. Nem tudom, Leo, neked jobban megy ez a pálya most? Igen, nekem van. Ez volt az első, ahol kipróbáltam az F1-es játékokat még annó. Igen. Úgyhogy nem tudom miért. Ez úgy megmaradt bennem, hogy 10-11 évvel ezelőtt. Aztán, ha minden igaz, van footcam-em is. Aztán, hogy kikapcsol-e, az egy nagyon jó kérdés, reméljük nem. Ennyi. Kérem, kapcsolja ki. Menjünk. Ja, ezt még itt megmutatom, basszus, milyen itt a kimenete. Ez így jazz. Hát, nagyon. Ez futam közben jó lesz. Szóval, akkor menjünk, és akkor nézzük az első mért köröinket. Na. Közben felérünk itt az első körökre. Leo előttem van, és nem nagyon sikerül neki felmelegíteni a gumit. Pedig igen, nekünk jó, igen? Nem jó a guminyomás, azon gondolkodok itt közben, hogy lehet egy kicsit magasra hagy. Aha. Már mindegy, mert pár felé van. Igen. Ez az első mért, srácok. És valaki itt a seggemben van, Albon vagy Latifi természetesen. Remélem nem sikerül neki megelőznie. Aha, jó van, egy kicsit lemaradt, de olyan jó szélárnyékba jön folyamat. Komolyat hozok neki. 292 a végsebességem. Én nem tudom nekem mennyi. Most az előbb, hogy jöttük, olyan fura lassúnak tűnt, és tényleg. Pedig az a durva, hogy így mész jót. Az a nagyon érdekes. Igen. Szóval akkor nem tudom, hogy hol kanyarokba annyit hoznál. Lehet a rövidebb áttét miatt. És te elmértem ezt itt. Hát mondjuk a második szektorban 546 ezredre vagyok Pereztől. Rossz helyen váltottam, srácok. El is úszott ez a kör. De izének jó ez, egy ilyen biztonsági lószarnak. Kocoltuk a falat is picit. Ahogy ezt kell. Jaj. Hát 1.42.4. Nekem 1.42.3. Jó van, akkor kb. Ugyanazt mentünk egyelőre. 10. hely, te pedig 8. Azért ott össze elég szoros. Igen. Ajajaj. Jó, nincs R sem, el is igen, engedem. Azt akartam mondani, hogy itt nem lehet azt csinálni, hogy két kört mész, mert olyan hosszú a kör, elhasználd az R-set. Így van. Menjen fel az új gumi. És akkor nézzük kicsit át az időket. 1.41.5. Vettel! Oda nézzé. Ajaj. 1.41.4. Ajajajajaj. 8000 Alonso. Az majdnem egy másodperc. 960 ezred.
Na jó, megyek. Megyek, mert menni kell. Aleó, javítanom egyed, kell. Egyedül te vagy kint, azt mondja, senki igen? Más. Igen, teljesen kiír a pálya, szóval. Remélem, hogy elém jönnek ki. Már most ez egy üres rész. Nem jött minket. Na, hát rajtad a világ szeme. Rajtam. Az de egész világ most engem néz. Mennyire nem. Na, meglátjuk, sikerül lejavítani. 28 nullás volt az első szektoron előzőben. Hm? 27-9. Még azért felejtek ám, hogy melyik kanyar hol jön. Nekem ezt nagyon kell tanulnom, basszus. Jó, egyelőre nem rossz. Gyerünk. Ez a technikásabb, ez a harmadik szektor. Ez fekszik az autónak igazán amúgy. Na és akkor a cél egyenletre ráfordul. Jó, és jó, nyolcadik. Egyelőre. Fú, hát nyolcadik hely. Az mennyire jó van? Az kérlek szépen, hogy 312 000. Basszus! Basszus! Hát megpróbálkozok majd még egyen, mert ez ilyen, szerintem ilyen 20 vagy 12 harmadik hely. Na, én dobok fel Leo még egy szettet, és akkor kicsit várok. Most kezdi meg valaki, hát igazából szerintem megyek is ki, hogy körbeéljek faszán. Aztán hát, ha még sikerül valamit kipörkülni. Na, én is közben megkezdek akkor egy utolsót. Zsarunk. Mire lesz elég? Oh. Szép vagy, Leo! Hogy a szarba? Egy tized. Azt a mindenit. Egyetlen egy tized. Úgy de szoros. Az első 10 fél másodpercen belül. Azt a mindenit. Asszus. Alonso megelőzött. Azt a mindenit 5000-eddel. Vissza kérem hozni azt a srácok. Úristen, milyen javítások van, a Tsunoda azt a mindenki, na az lekúpolt mindenki. Gyerünk. Úristen, már negyedik vagyok csak. Hát egy harmadik szektorból összeraktam egy lilát, de nem sok mindenre elég sajnos. 12. hely. Rohadt életben, viszont gratulálok, Leo. Negyedik hát, hely. Köszi szépen, negyedik. Végül is 268 000-eddel Tsunoda mögött.
Aha, 3/10-re vagyok tőled. Az elment sajnos sokat rontottam. Aztán a harmadik szektort sikerült jól összeraknom. Az lila is lett, de ennyi. Ennyi. Na jó. Hát meglátjuk, mi lesz ebből a futamon, kedves Leo. Így van, így van. Egyébként azt nézem, még mindig, hogy az első 90 így most 5/10-en belül. Igen. De hát 585-re vagy, hát az... Tehát inkább úgy mondom, hogy egy másodpercen belül van az első 18. Igen. Na, hát Leo, nézzük a strategy-t, ami... hard, medium. Természetesen. Of course, itt most nem tudom, mennyi üzemanyag kéne. Mondjuk egy 32-t hagyok. 32-2. Na most itt azért van két strategy, és elvileg 7 másodperc van a kettő között. Nem tudom, hát ugye ez safety car ügyileg kérdéses. De a lényeg az az, hogyha kijön a safety car mondjuk a 14. környékén, akkor érdemes feltenni egy mediumot. Ugye? De aztán nem biztos. Hát meglátjuk. Meglátjuk. Úgyis majd a helyzet hozza, de egyelőre ez az alapstratégia. Érdekes. Fúha. Nagyon kemény lesz. Mi a szar? Nagyon kemény lesz ezen. A setupot figyeld meg, hogy az legyen beállítva. Igen, azt nézem, csak 22 kör bír a hát. 22-t? 22-t bír a hát, és 9-et a soft. Jaj, no! Ebből izé lesz megint. De lehet, hogy én is nyomom azt. Hogy 9-et bír a soft, azt mondanád? Hát figyelj, egy safety car, ha bejön, ami 2-3 kör, akkor simán játszható. Akkor igen. Abszolút simán, mert ugye akkor azért tartalékolunk a gumiból bőven. Hát és azért safety car itt előfordul. Tehát, hogy így szokott lenni. Úgyhogy ezek az esélyek, srácok, mára. Fú, basszus, nagyon nehéz lesz innen előzni. Footcam? Footcam megy. Na gyerünk, Leo! Én mindig hezitálok, melyik legyen. Ajajajaj. Hát hardon kell indulni, az fix. Nem. 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 Ezen is értem, hogy váltogattam össze-vissza, hogy mi legyen. Nem hardon indultál? Nem. Úha. Mediumon, és ez most vagy rohadt nagy bukó lesz, vagy nem. De nem, én nem rakok fel softot akkor. Én csak akkor rakok fel softot, ha lesz safety. Egyébként hard lesz a de amúgy jól csinálod, mert... Hát lehet nekem is ezt kellett volna, basszus, mert hátulról menni. Lehet jobb lett volna a basszus médiummal kezdeni. És ezen izéltem, kattogtam most, hogy melyik legyen. Mert állítottam be egy olyat, hogy hard, soft. Az 22 kör hard, 9 soft. Tehát a végére lehet menni, mint a pokol. Az utolsó 9 kör. A másik ugye ez a medium és hard, ugye, ami még végig mehet. Igen. De ha lenne SC, ami megborítana mindent... Az neked nagyon jól jönne. Az úgy még érdekessé tudná tenni a dolgokat. Hát nekem az a lehetőségem, hogy SC-re játszani. És hezitálok, de akkor ugye tovább bírná hard. Tehát akkor elképzelhető, hogy egy soft a végére, az egy jó lehetőség lenne. Úgyhogy, hát nekem így ez maradt, hogy közben keményen indulok. De én amennyit itt előzni fogok, vagy hát próbálkozom, igazából szerintem egy 4-5 kör alatt el is használnám én azokat a szoftokat. És jöhetnék vissza, és pöcsöm tudja, hogy hova kerülnék a mezőnybe. Szóval az nem biztos, hogy a legjobb lenne. Hát meg az ütközések is benne vannak még, amik előfordulhatnak. Igen. Hát itt az elején inkább úgy leszek vele, hogy jó van, menjetek. Így. Ezzel a felfogással, mert nem lenne jó egy török szárnyal végigvinni. Igen. Hát nem is bírnád itt. Szerintem.
Fűha, hát szurkoljatok, egész más stratégiák vannak most. Azt mondja, az egész ez egy hardon indul, csak én indulok médiumon, most nézem. Igen, amit nem is értek, mert egyébként tök logikus, amit mondasz. Tényleg logikus, abszolút. Benne van a bugi. Legrosszabb esetben médium, hard, a hardnak kinyomhatom a szemét, mert nem fog elkapni soha. Igen. De... Hú, na mindegy. Foodcamünk van, elvileg. Úgyhogy, már megnézem, a útkor megállt. Na jó. Ú, és a rajt. Hamilton és Alonso összeütköztek. Nekem egyelőre jó. Tizedik vagyok. Nem változott semmi. Én tizedik vagyok. Annyi változott. Kettő hát pozíciót éthel, hoztam. És kicsit le is szakadtak mögöttem. Nagy csatázások vannak ott. Folyabb fura, hogy alig hallom a saját motorom hangját. Jobbra gyorsítás. Megvan. Megvan Norris. Az igen. Basszus, de hogy van meg. Annyira elfékeztem. El is, össze is törtem a szárnyam. Ó, basszus, nagyon elnéztem. Ezt nem tudom, hogy sikerült ennyire elnézni. Hát sajnálom. Jajajajajaj, Leo. Nagyon oda lett a szárny. Igen. Sajnos ez csere. Basszus, de hülye vagyok. Hát figyeljetek, most igazából sok lehetőségünk nincsen. Fel kell zárkózni valahogy. Ez az első kör, ez... Basszus, de hülye vagyok. Mert azt néztem, hogy melyik ember van ott. Ajajajajajaj. Hát nagyon elment mindenki, srácok, ez innentől. Ha nincsen izé, SC. SC kell, igen. Nagyon kell nekünk az SC. Mit raksz na, fel? Hát felraktam egy közepeset. Basszus! Hogy lehetek ilyen béna? Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous. Pedig milyen jó pozícióban voltunk. Hát egyébként tényleg nagyon jót rajtoltál, meg már mondom tényleg, hogy itt a első kör végén már a 9-et akartad taposni meg. Baromira benéztem, nagyon benéztem. Hát innen lesz ám komoly a felzárkózás. 31-4. Így van, azt írja nekem is itt a gép, hogy... az annyi. Na, de muszáj volt lecserélnem azt a szárnyat, mert az ott... Az persze egyértelmű, tehát itt nem lehet szárny nélkül. Nagyon elszúrtam, basszus. Na jó, fel a fejjel. Nem tudok ezen változtatni. Menni kell egy jó tempót, hogy mire jönnek ki. Ezzel a kopott hárdal. Annyi a szerencsém, hogy ugye nagyon zsúfolt még a mezőny, tehát viszonylag gyorsan fel tudok zárkózni. És itt néztünk bele a falba, srácok. Próbálok a gumikra is vigyázni, de azért az lehetetlen, hogy annyira vigyázzak rá. Mondom neked őszintén, én csak megyek velük,
De nem tudom őket támadni, hiába egyel lágyabb az én keverékem. Csak jövök velük. Az érdekes. És nem tudok. Nem tudom támadni se elmélt, vagy se állózó, se tudod, de ma oda van, tehát. Jó, hát igen, mert a setupod az nem az igazi. Igen. Ezt beszéltük is, hogy versenyre igen, ez nem biztos, hogy a legjobb lesz. Az nem rossz, az 4 másodperc környéke? Az úgy inkább 6. Hát 34 volt. Nem 31-4. 31-4 volt, bocs. Ezt a tendenciát kéne tartanom, és akkor gyorsan meg tudnék érkezni, mert annyira összetömörül ilyenkor még a mezőny. Hát figyelj, egy nagy vonat van egyébként, most igen. Szólhatnának Leclercnek, hogy egy kicsit tartsa fel őket. Ez olyan jól is jár, mert Leclerc a 7. helyen autózik jelenleg. Azt én mondom. Csak tele az autó, azért annyira nem lehet neki nyomni, mert oda fogom csapni. Azt nézem, nekem ez a S, ez alig akar töltődni, tehát nem is használom. És töltöd vissza? Igen, de nem tölt. Hát ugye a fékezéseknél neki töltődnie kéne, de hát ez lópik oda. Aha. Ez másfélre gyorsabb, mint az én leggyorsabb köröm. Hát jó, de ennyire most üresen ugye menni. Abba, ezt akarom, hogy a szabad levegő mész most teljesen. Na, kicsit bemelegedtek a gumik, úgyhogy kicsit tempót növelünk, srácok. 24 másodperc. Az azért már nem hangzik túl rosszul. Ahhoz képest, hogy valami 31 vagy mennyi volt. Hát meg ez már boxkiálláson belül van. Tehát ha zsúki jönne, akkor már mögéd jönne vissza. Hát ja, de én is jövök. Csak ugye nagyon jó kérdés, még mindig ez a safety car dolog. Hát ha valahogy összejön. Igen. Hét kör alatt 8%-ot tölt az S. Ez komoly, de felengedett korábban a gázt? Igen. Valami ott akkor nagyon nem jó. Úgy tetszik, Hamilton nagyon belassult. Hamilton? Valami történt velem, úgy elmentem mellette, és már Vettel ott van a nyakán, már ott van rajta Perez is. Hirtelen így a 5. körbe nagyon visszaesett a tempó. Már annyira nem közeledek. De nem akarom szarrá dolgozni se ezeket a gumikat. De azért 10 másodpercet hoztunk 2-3 kör alatt. Igen. Hoppá. Nem tudom, mi lett Hamiltonnal. És most hol van Hamilton? Már az 5. Már meg is előzte Vettel is. A
biztos, hogy kínlódnak, küzdenek, de hát már ott van rajta Leclerc is, Gasly is ráérkezett, most ő, na most ő eljátsza azt, amit mondtál. Tehát most ő fogja fel az egész mezőn. Szétadom. Az nekem nagyon jól jön most, basszus, már nagyon kell. Na, 20 másodpercen belül vagyok. Tolni kell, srácok, sosem adjuk fel. Túl hosszú ahhoz egy ilyen verseny. Igen. De életem practice köreit nyomom. Igen. Tantriál. Az. Nekem már ilyen 17 és fél másodperceket ír, hogy annyira vagy zsúfol. Vannak olyan helyek, gondolom ugye a fékezési pontoknál, ahogy igen, az lehet. Amúgy 18-6, amit most nekem ír. Tizennyolc négy, gyerünk! Fú, ez nagy vágtatás! Vissza akarom magam hozni a meccsbe egy picit. Csak nagyon kéne a safety. Fú, de kéne az a safety. Ered is megelőzte Hamilton. Remélem Hamilton valami jó szar helyen fog elfüstölni. Azt jön be a safety. Nagyon úgy néz ki egyébként, hogy valami problémája van, mert mondom, tehát nagyon mennek el, és borzasztóan lemaradtak a többiek most. Most 5,5-re van már a mögöttem levő. Ja, Hamilton szépen feltartott mindenkit. Igen, feltartott mindenkit, igen. Elmentem mellette, úgy... Újabb másodpercek, srácok. 17-7. És megnyomom én is, a fene egye meg azt az ersetőt. Már ennyi körön át spóroltam vele, kuki nyomom. Mondjuk itt rohadna le Hamilton autója, jönne a safety. Hát ha a hídon megáll, akkor vége. Az biztos. Gyerünk. Hetedik kör, srácok, még csak. Még az egy harmada sem volt meg a futamnak. Nem. Tizenhét másodperc. Na, meg lett, jó. Kinyomtam az összes elsőmet. Azért mondom, hogy most így... Elnyomtam, most megint pihenő vagy 6-7 körig. Tizenhat másodperc. Ja, hát az előbb is annyit mondtam. Nekem 11-8-at ír már. Tehát valahol nagyon beesel. Jó, most visszaugrok 14 félre, de van, hogy így ráesel, és akkor 11. Már hallom a mezőnyt. Nem tudom, mikor lesz ez a pillanat, amikor már látok is valakit a mezőnyből. Szerintem ilyen 5-6 másodpercnél már lehet látni. Hát célegyenesben szerintem előbb is. Mondjuk igen. 15-6. Nagyon tolom neki. Igen, ott azért még csatáznak össze-vissza. Meg egymást feltartják. Amire utolérem őket, addigra megtanulom a pályát. 14-8. Hamilton már hatodik.
És hányadik volt Hamilton? Második. Az úgy mondjuk erős. Our gap to the current front is 14.5 seconds. Hallom a mezőnyt, érzem az illatukat. Még jó, hogy itt hídon nem kell átugratni. Azaz. Tizenhárom hét. Lassan elérjük azt a 10. Zsó meg Latifi, azok nagyon egybe vannak ott. Igen. Ahogy nézem. Hogy még Schumacher is ott van azért. Igen, 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 igen. Azt, hogy ezután mi a szar taktics lesz, szerintem az, hogy feldobjuk a softot. Vagy nem tudom, valahogy majd megpróbálunk valami ilyesmit kitalálni. Ugye attól függ, hogy én meddig tudok elmenni a médiumon, mert te ugye gyakorlatilag egy körrel fiatalabb a médium gumid. Igen. És akkor szoftan még lehetne egy kicsit pörkölni neki. Aha. Na jó, megtanultam a pályát közben, Leo. Na. 12-5. Azért azt vágod, hogy 20 másodpercet hoztál rajtuk 9 kör alatt. Igen, igen, igen. És még van hátra 21. Bizony. Te hogy állsz egyébként? Ki van előtted? Én itt autózok ugyanúgy a harmadik, amióta Hamilton lemaradt, azt az egy autót előztem meg azóta is. És tudom, az óriásért elfékezte magát, Alonso megpróbál bemenni, de nem sikerül. Itt művészkednek előttem egyébként. Ennyi, én csak végig kísérem most ezt a történetet. És azon jár az eszem, hogy nekik hard van fenn, és van egy olyan érzésem, hogy fel fogják rakni a softot, de a legrosszabb esetben is a médiumot. És ha nekem hardot kell felragolni, akkor nem, hogy nézni nem fogom őket, látni sem, tehát... Hát igen, az úgy... Nem lesz könnyű. Jó, de azért van esélyed a szoftra. Igen, tehát nekem akkor kéne kijönnöm, mint neki. Igen. Akkor úgy. Ki gumikímélősen kell menni. Change strategy what? Mit akar change-elni? Jaj, hagyjál már. Azt mondja, a 15-ben menjek ki szoftér. Az persze. És majd még egyszer. Há, hogyne. Egyél meg egy kávét, meg egy krémest. Jaj. 11-2. Nekem most mondta a faszi, hogy hardot rakott fel legközelebb. Nem sokány nyílik a pit ablak. Te ezekre erről szeretettel nem szoktál hallgatni. Nem szeretem, mert a mérnök nem jókat mond. Nem látja át a helyzetet. 36%-os a gumi. Hát a 22. kör, meg addig el kéne venni, az csúnyán 72%-os lesz akkor. Hát jó van! Hányadik körig kéne elmenned? 22-ig. 22-ig? Igen. Hát inkább 22-ig, igen, az már úgy elég. 9-10 kör, kibír a szó. Nehogy én is ugyanazt csináljam, amit te. Mondom, tehát az a 36%-os gumi a 11. körben. Hát... Igen.
megérne egy kicsit kímélni, hogyha van igen, szabad igen, tered. Igen. Azért nem is akarom még kiszélni, el vagyok mögöttük. Figyelj csak, Leo, 9,1 másodperc. Nálam hetet ír. Alozolol, majdnem kifordult az autó. Hoppá, nehogy oda vágja a falnak, mert akkor jön egy SC. Igen. Figyelj, pont a 22-ben jön egy SC. Atya Isten, de szétadnám. Vagy... Á, de... Hát jöhetne mondjuk akkor a 18-ba is. Úgyis eltartan egy 4 körig az igen, SC. Igen, 4 körig, igen. De ezért ne jól állsz? Tökéletesen. 1,3. Jó. Nekem ugyanannyi, amennyivel indultam, hogy a 3,4. Nem mertem hozzá nyúlni. Igen, mert van olyan pálya, ahol szarrá eszi a benzint, valamelyiken meg nem. Igen. 8,7 másodperc. Záródik az az olló, basszus, 31-4-ről indultunk. Igen. Még nem látom őket. Pályán. 7-8. De a térképen már látni kéne, nem? Ott már csomó helyen látom, igen. Itt mondjuk pont nem. Alapszabály, srácok, soha nem adjuk fel. Nem, mert történhet bármi, bármikor. Tehát... Ennyi. Szét DRS-ezik magukat mondjuk. Meg egymást fel is tartják össze-vissza. Ott hívnának be a boxba. A 13-tól és a 18. körig tartana. Ez a kis pit window. És hogy állsz a gumiügyileg? 43. Az még jó. A múltkor mit mentünk? Ha, igen. Á, már látom őket az egyenesbe. Jó van. Érkezem, srácok. Nálam 6-6-ot ír. 6-2-6. Megint ott volt az egyenes végén. Úristen, de egybe vannak ott, azt nézem, hogy ilyen nulla egészre vannak egymástól. Ja, azok ott meccselnek. De jó lesz nekem az a DRS, amivel tudnak szolgálni. Olyan leszorító erős csomagom van. De ez a jó, hogy egymást feltartják szépen. Igen. 4-9. Okay, be aware, the grip levels are gonna start falling away soon. Nekem nem tudom, hogy áll a gumi, nem merek ránézni. De a mérnök most mondta, hogy a csapattársam alias Lewis Hamilton már a 7. helyen autózik és 15 másodpercre van mögöttem. Azt a mindenit. Tehát ott valami nagyon major problem van. Négy. Az egy szívó benzinből nem is rossz. Már érzem a szagotokat, gyertek ide! Gyertek ide a pálhó!
36%-os gumik. Mondjuk az annyira nem rossz. Nem, mert engem 48. És mikor lehet a hardosoknak pit window? 18-tól. 22. A 22-be jönnek majd. Azt hiszem nekem 18-at írt, hogy 18-ba jöjjek. Igen, mert az a medium strategy. Ja, a medium, igen, igen. De ha szoftot raknak fel, akkor végig akkor. Szerintem nem tesznek fel ezek szoftot. De szerintem sem, nem lesz annyi eszik. Pedig elmenne a hard addig. Egymást próbálják előzgetni, szétadom. Hát ha médiumot raknak fel, én meg kirántom valahogy tényleg a softig, akkor pont lesz. Akkor lesz. Hoppá. Nem is erősködöm szerintem Fernándóékkal, mert csak a gumit. Igen, azt most abszolút kéne tartalékolnod. 3-6. Basszus. De szinte hiba nélkül jöttem végig. Forró, nem mondom. Az első körbe, azt mondod? Hogy? Forró fej is köttél az első körbe? Bizony. Ez abszolút az én hibám volt. Hát szerintem most itt lennél egyébként előttem vagy mögöttem azzal a tempóval, hát. Az, hogy nem tudom megkérdezni, hogy mennyire vagy én tőlem. Hát biztos nagyon sokra. Na akkor majd mondok egy helyzetjelentést, ha a célvonalhoz érünk. Okay. És akkor úgy nagyjából be tudod lőni. Kettő, nyolc. Lassan lőtávolság. Most mentünk át a célvonalon. Hát azért messze vagyok én. Nagyon. Hát szerintem tőletek kb. Egy percre. Azt mondod? Most vagyok az alagútban. Uh-huh. Jó, de hát alapból az utolsótól voltam 31-re, érted? Igen, 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 igen. És nem tudom mennyi telt el. Majd a srácok úgyis leírják kommentbe, de én pedig most mentem át a célvonalon. Aha. De kár, hogy nem számol egy óra fent, mert akkor úgy a köridő is peregne közben. Igen. A szektor, de nekünk még az első szektornál van csak vonal, tehát nem járunk a második szektorban. Legalábbis a második mérő pontnak a végénél még nem jártunk, ez biztos. Na, közben megérkeztem, 1-1. Szia, Zsú! Uh-huh. Ők se gondolták volna szerintem, hogy én utolérem. Csak most rajtuk nem szabadna megakadnom. Hát figyelj, pont ezen gondolkodok, hogy mire utolérted őket, jönni fognak a boxba. Ki fog állni előled mindenki. Itt két körön belül. A 18-19. Körbe szerintem ezek úgy jönnek be, mint a húzat. Azért nem szeretnék megakadni rajtuk. És ott megint lesz egy nagy tiszta volt, hogy lehet menni, haladni. Itt vagyok telibe a seggébe Zsúnak. Uaj, majdnem fel is ökleltem. Mindegy, megtartjuk a cél egyenesre, mert itt nem merek előzni. Ó, már hallod, majdnem kifordul alólam az autó. Egyre. Ú, az kemény. Egyre jobban kopik most már a kigyorsításnál, nem váltok. Amíg kettesnél én ott négyesre kanyarodok már, mert
Nagyon durva. Utól értem Zsúd, de nem tudok vele nagyon mit kezdeni. Most meg kell lennie, meg kell lennie, meg kell lennie, meg kell lennie. Azt a mindenit. És nem vagyok utolsó! Yes! Az el se tudod kezdeni, most mekkora öröm. Már hogy nem. Na most mondja a mérnök, hogy... elveszítettem a tapadást a gumikon, tehát most már... Csak ki kéne jönni. De nehogy azt hitt, hogy én nem. Hát hogy ne, na most gatyán vagyunk. Ja, nézem is. Igen, 59%, hát ez úgy... Nice. Nem is csodálkozok, miért nincs tapadás. Bizony. Én nem merek ránézni. Fú, de megjöttem Latifiékre is. Ebben a körben, most, 18-at, hogy megkezdtük. Verstappen a boxban. Ezt akartam mondani, hogy elkezdik szerintem a box kiállásokat. Mhm. Uh-huh. Na, hova jön vissza Verstappen? Már utolsó. De Verstappen hányadik volt? 10. körül. De még mindig boxban van. Olyan, mint hogyha cserélnének neki szárnyat is. 48%-os gumik. Ebbe a körbe kéne kijönniük. Most vagy egy nagy vándorlás lesz most ennek a körnek a végén. Hogyha elmennek a 22-ig, akkor szoftolni fognak biztos. Igen. Azért sem erőszakoskodok én se itt mögöttük. Csak ha nagyon olyan a helyzet, akkor megyek el mellettük, mert nem akarok, minimális kockázatot akarok vállalni. Nem hiányzik még egy szánytörés. Latifi. Jön Alonso a boxba. Na, megindul a történet akkor. Jó, Latifi is közben megvan, azért pályán megelőztem. Perez is bejött. Schumacher mondta, hogy te is néz ki. Bejött Hamilton, úristen, bejött Bottas, bejöttek egy csomóan. Kezdődik. Schumacher nem. Médiumot rakott fel mindenki. Ajaj! 19. kör. Schumacher most szépen húz engem közben. Legalábbis egyenesekben, meg kanyarokban meg veszítek rajta sokat, hogy mögötte vagyok. Mondjuk már az én gumiaim is gatyák, tehát így... Hát, hogy ne. Pont az, azért, hogy 21-ben be fogok jönni. Hát ezt nem húzom tovább, mert azt nézem, hogy még Fetteltán közeledik is. Még 6-ra volt, most 4-re van. Egyre rosszabb lesz. Asszus, nincs meg Schumacher. Bejött Cunoda is az elsőről. Na nézzük, hova jön vissza majd Cunoda. Ez beszédes lehet. Az elsőről hova lehet visszajönni.
Leclerc is a boxban. Sumár, nagyon ki kéne menned. Éppen nincs akkora tempó előnyöm, hogy elmenjek mellette, és jó, kijön. Most tudod, hogy visszajött a másik helyre. Leclerc még mögém jött vissza, hallod? Tényleg. Perez is. Az azért erős. Igen. És Vettel van előttem, ötödik helyen vagyok, Leo. Oh, a mindené. Azért. Muszáj szoftra váltanom nekem. Igen, mert menni kell. Nyomni kell. De még nem mehetek ki, mert 20. kör. A következőbe bejövök. A 21. kör végén. Nem merem megnézni a gumit, majd csak az egyenesben. Miért? Azt nézem, hogy alig kanyarodik az autó. Ne aggódj már nekem is. 70%-os a hátsó. Nem baj, még ezt befejezzük. Egy kört még ki kell bírnia. Ott már ennél rosszabb is. Igen. Azt mondod, bírni fogja a soft? Figyelj, 21-et jöttem a médiumon, 10-et nehogy ne bírjon már ki a soft. Tehát úgy vagyok vele. Nem mondom, hogy nem lesz 70%-os, a fene tudja. De basszus. Én most hardot rakjak fel 10 körre. Ja, jogos. Nem is rakhatod fel ugye a médiumot, ugye? Én rakhatok fel, ezen gondolkodok. Te rakhatsz fel, neked már volt hardod. Igen, csak gondolkodok, hogy van-e értelme. Mert igazából mindenkinek az van, tehát nekem muszáj kockáztatnom. Most jelen pillanatban, még nem voltunk kint, így az egész mezőny emmes. Asszus. Jó, én kimegyek. És, most diszlepon. Kimegyek! Ja, meg beállítom már szoktam, mert hátra van beállítva. Hú, emléltem, biztos ilyen helyen szeretné elmenni? Azt a hülye! Jajjaj! Crazy! Most mi van? De fekt, hogy miért ugrott fel az ablak? Jövök! Jó, hát én utolsóra jövök vissza, csak kérdés mennyire softokon. Fixen utolsó. Kész. Cuni most ment el, Alonso most ment el. Itt most meg, Vettel meg lesz. Itt a hosszabb box utca. Nem lesz meg Vettel. Elment Vettel is. Na gyorsan, gyerünk! Jó, gyors, kiállás! Ó, basszus! Hát én nagyon visszaesek természetesen. De nem utolsó, hogy ne. Utolsó körben nagyon sokat veszítettem. Már amúgy 18-at írt. Igen, az már nagyon gatyó volt. Na, hát akkor kezdődik újra. Zsú 4-6-ra van. Safety pedig nem nagyon jött.
Nem. Senki nem esett ki. Igen, nagy szerencsémre. Na, kicsit megmelegednek a szoftok. Annak az egy pici időt kell hagyni. Aztán akkor kezdődhet majd a felzárkózás. Hogy mennyit tudunk hozni, ez egy nagyon jó kérdés, srácok, de ez volt az egyetlen olyan taktics, amivel tudok támadni. Igen. Na mennyit kopott egy körül? Hát egy ötöst. Hoppá! Ez mennyit jelent akkor, hogy 50? Aha, 50 lesz a vége. Hát jó, az olyan, hogy olyan jó van. Na nézzük akkor! Innentől megtoljuk, srácok! Semmi nem állt az utunkba. 4-4-ről indulunk. Három, kilenc. Gyerünk! Most egy kicsit azért gyorsabban utolérjük őket, mint az előző etapnál. Igen. Neked van lehetőséged előzni? Maximum Fettel, de az első kettőt nem. Hú, de jó helyen vagy te, basszus. Tehát így. Max egy dobogó meg lehet. De ha nem erőltetem, akkor a fix negyedik, ahonnan indultam, az túl szerint. Nagyon sokat veszítettünk ott, hogy elhúztuk. Az utolsó két kör már nem kellett volna, de akkor meg nem bírta volna ki a szót. Igen. Habár nekem lehet észszerűbb lett volna rámenni egy közepesre megint. Már illetve akkor igazából... nem jössz ki, tudod? Illetve volna nem jössz ki. Aha. Már mindenki úgy ment el mellettem, hogy öröm volt nézni. Ha a 5.-6. körbe történik, akkor... hát lehet végig szenvedtem volna. A médiumban. Annyival beljebb lennél most. Igen. Hát csak nem, hanem konkrétan az első körben. Igen. És olyan tempót veszítettél volna, hogy az semmi már értelme. Nem úgy, hanem ha a 6. rakott fel a médiumot, akkor most ugye a 30. körbe járnánk, és akkor már végig szenvedted volna azt az 1-2 pusztól. Ja, ja. Na, közben Zsúra megjöttem, 1,1 másodperc. Gyere, Zsú, gyere rám! Nem volt se SC, se kieső, hallani. Semmi nem volt. Sietetlen. Mondjuk lehet intézek még majd egy SC-t. Sárga, sárga, sárga. Szétadom. Megállt valaki. Hop, hop. Cunoda! Az első helyről kiesett. Ha, bocsánat. Na? Lesz valami? Nem hiszem. Nem. Már írnia kéne. Na jó, de... akkor valami csak történt, szóval sokat kell róla beszélni, és akkor történnek a dolgok. Nagyon úgy néz ki. Az a baj, a célegyenes nem tud, nem tart sokáig ahhoz, hogy előzzél. Igen, csak a DRS zónába lehet. Hát a célegyenesben is van DRS, de gyász.
Mármint tudja, hogy az első szektornak az igen. A hajlított. Gyerünk! Tapadjunk rá! Nincs elég közel. Basszus, pedig olyan helyeken ráesek, hogy nem hinnéd. Úgyhogy kiesett Tsunoda, meg sikerült itt megelőzni Vettelt, aki face second. Igen. Értelen négyről. Nagyon neked játszik most ez a dolog. De... Fernando nagyon messze van, 8-1-re hát az. Megvan, gyerünk, gyerünk! Basszus, ugyanúgy elrontottam, de kisebb problémát okoztam. Olyan gyorsan ott lesz a fal. Hamilton is életre kapott, mert 5. helyen van. De hogy azzal mi történhetett akkor? Nem tudom, nem tudom. A hár nagyon nem működött neki. Mi a szar? Pit window-om van, hallod? Nekem is. Azt mondta, hogy jöjjek ki a 30. körig, mondom, oké. Okay. Jó van, tesó. Hagyd mondja. Na gyerünk, Latifi, ő már 17. És előtte Schumacher szorosan. És nem tudom ki van ott előttünk, de Magnussen, ő is még becserkészhető. Távolságon belül van. Magnus előtt meg Stroll. Jaj. Na mi van? A gumi 31. Hoppa. Latifi is megvan. Na. Hát, Tsunira kellett volna az SC. Úristen, de jól jött volna az nekem. Friss meg gumi. Neked is. Hát, minden. Csak ki kellett volna kerülni őt. Még 5 kör van vissza. Ezzel együtt. Ajajajajajaj. Ez volt Tsunoda kiesett. Most azért rendesen lemarad Alonsohoz képest. Igen. Vagy csak 2 pont volt közöttük, hát itt most lesz 27. Az nagy érvágás neki. Igen. Mondjuk még az Alpin is meg tud állni valamelyik utamon, úgyhogy... Majd kiderül. Gyerünk! Ez az, baby! 16! Na. Kevin. A következő áldozat. 2-2-re van. Baszki! Hát letöröm a szárnyam. Egy pillanatra néztem fel. Jó, csak sárga. 3 kör. Basszus! Hát!
Sajnálom, hogy ez ilyen hülyén alakuló hétvége volt, de hát... Van ilyen pálya sajnos. És nem is úgy fordulok már. Igen, mert ugye a sárga az már... Egyszer. Várás a gumi is azért. Most már popik. Igen. Én is olyan nagy sebben lobban megelőztem fel, tehát most már csak tartanom kellene, hát... De annyira itt van, hát még az is lehet elmegy. Elkapott a gumi. Isten, annyit tudok én is kanyarodni már vele. Igen, vannak problémáim nekem is. Magnussen nem lesz meg, viszont Latifi nagyon jön mögöttem. USA lesz a következő? Japán. Japán? Na az még egy jó pálya is, azt szeretem. Hát ja, ez így elúszott ez az egész, de... Nagyon kár érte, mert egyébként meg nagyon jó volt a tempód. Na mindegy, teljes mértékben az én hibám, most ez van. Nem tudok vele mit csinálni azért. Tavaly megnyertem, hát ebben az évben... Ebben az évben nem úgy alakult minden, ahogy én szerettem volna. Azt ugye vágod egyébként, hogy ugyanúgy indítottad a szezon, mint tényleg a Ferrari. És most tényleg ugyanúgy állsz majd, hogy nem, mint a Ferrari. Lemásoltad. Bizony. Direkt. Hát azt hiszem 52 pontod volt az első két futamon. Hát jó, valahol nagyon elő voltam, igen. Igen, tehát az jó erős kezdés volt. Aztán amint megjött az új játék, onnantól... Igen. Csúszunk a lejtőn. De mondjuk te most nagyon sok pontot szerzel. Igen, most a leggyorsabb kör is az én nevem mellett van. Hát én már azt nem fogom tudni megdönteni, az biztos. 43-6-on van a szevasz-tavasz. 43-3. Hú, de rossz ez a sérült szány, basszus. A legnagyobb problémám, hogy Latifék jönnek rám vissza. Nem tudok így elhúzni. Fire condition still looking good. Azért még van vissza két kör, basszus. Fettel megelőzött. Aha. Úha. És a DRS-nél megpróbálom vissza előzni. Igen, Magnussen nagyon elment. Annyit veszítettem a tempómon, tehát amennyire ő el tudott menni. Szóval egy folyamat, most már mindenhol egyesbe kell kapcsolnom, mert akkor fordul csak be. Ó, basszus, 43%-os gumi. Ennyi volt. Mi van? Keresztbe fordult, tört szány, minden. Leho. Ne szívas. És megjött Perez, megjött Hamilton, mindenki elgelőz. Anyu, 30. kör? Isteni. Istenem. Basszus. Az egész kóc rá itt van mögöttem. Már ott éreztem, amikor Fettel elmentem, azt mondom, hogy necics lesz így tartani, és meg minden, aztán nem bírtam vissza előtt, hogy éresnél sem. És aztán jött a kanyar, egy kigyorsítás, és... Túl sok gázt adtál rá. Igen, pedig nem szoktam, mondom, lekapcsolni.
Ah. Most annyira oda van a gumi, és Hamilton akar megelőzni most aranyosan életeket. És hányadik vagy? Most még a harmadikra estem vissza, annyira nem gáz a helyzet. Ó, még az nagyon jó. Oda lett a jobboldali szárny darab. Hát még egy kört kell kibírnod. Igen, igen, már most itt benne vagyok a körben. Én még csak most kezdem meg. Na most értünk a DRS-es egyenes végére. Jaj, kanyarodj! Oké. Vágom én milyen, ne aggódjál! Nagyon rossz! Tudom. És kompletten a szárny tört? Vagy hogy van ez? A jobb oldal a sárga lett. Ja, hát én már így vagyok három kör óta, én azt már megszoktam. Az semmi, jaj, Leo. Az semmi. Kis pite. Jó, meleg viszont ez a pite. Meleg? Latifit nem kéne elengednem. Szerintem köztem meg a hatodik között lesz egy olyan fél másodperc a befutónál, ha így marad. Jó, szélesre raktam a mercit. Ó, de jól csinált ezt Latifi. Nem is gondoltam volna, hogy beteszi. Beraktad? Be! És megelőzött, de ez szép volt tőle. Vagyis tőlem volt nem szép, mert hagytam neki egy olyat, hogy... Hát de törött az autó. Jaj, egyszerre gyere! Ó, oh, megvan. Jó, szép volt az, Leo. 70 ezredre volt említve. Köszöntem szépen. Jó. Vagy másik felét is neki csaptam. Hú, ez a gumi, ez kezd kritikussá válni, Leo. 52%. Igen, igen. Alig bírtam bekanyarodni itt ezen a részben. Hát, srácok, sajnálom. De a legtöbbet kihoztam belőle. Amit lehet. Fúha. Hát, atyaisten. Driver of the day. Ajajaj. Látod, megszavaztak a Driver of the day-nek. Szerintem most már nem a rajt cél pozíciót nézve, hanem a előzések számát. Á, nem előztem olyan sokat amúgy. De, mert voltál ötödik, és ő azt annak veszti. Ja, hát úgy igen. Na hát srácok, itt látjátok a végeredményt, hát igen. Illetve a táblázatot is, ami hát nem úgy alakult, hogy én szerettem volna, de Leo, harmadik hely. Így van, hát a helyezésben semmit nem jelent világban neki célból vagy ponton, de... De majd fog az. Majd alakul. Igen. Úgyhogy srácok, innen folytatjuk. Jövünk Japánból. Japánból? Biztos? Japán, igen, Japán. Október 7. 7? Október 7. Jó. 8, 9, 7, 8, jó, 9. Tehát azon a hétvégén. Na, igen. Akkor jövő héten találkozunk, srácok. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Köszi, Leo. Köszönöm szépen én is. Sziasztok. Ciao. Hello. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain